Duplán ünnepeltek az elmúlt hétvégén a magyar atléták, először is annak örülhettek, hogy egyáltalán megrendezték az országos bajnokságot, másodszor pedig annak, hogy 125. alkalommal mérték össze tudásukat a sporták hazai képviselői. A hosszúra nyúlt kényszerszünetet követően, aki tehette, ott volt a Lantos Mihály Sportközpontban, így több számban is kiemelkedő eredmények születtek. A nyíregyházi atléták számára nem volt zökkenőmentes a felkészülési időszak, ezért csak a legjobbak indultak az OB-n, egy hiányzóval, az aranyéremesélyes diszkoszvető Szikszai Róbert ugyanis sérülés miatt nem léphetett dobókörbe. Összesen 7 atléta utazott, de csak azokat akartuk elvinni, akik esélyesek a döntőbe jutásra, illetve a dobogóra. Így ez a 7 atléta, aki ott volt, valóban helytállt, és sikerült 3 aranyat, 2 ezüstöt a dobogón elérnünk, illetve egy 5. meg egy 7. helyet, ami szintén figyelemre méltó. És ez azért is figyelemre méltó ez az eredmény, mert a tavalyhoz képest jóval előrébb tudtunk lépni, hiszen tavaly nem nyertünk magyar bajnokságot, most meg 3-at sikerült behoznunk, és sajnos a 4-et nem, mert Szikszai Róbert diszkoszvetőnk kisebb sérüléssel bajlódik, ő nem tudott indulni. Így sem maradt azonban diszkoszvetésben szerzett aranyérem nélkül a Nyíregyházi Sportcentrum, a nőknél ugyanis Kerekes Dóra 54 méter 74 cm-es teljesítménnyel az első helyen végzett. Hasonló magabiztossággal nyert a gyalogló Herebrant Máté, aki idei első versenyén 20 perc 26,41 század másodperc alatt teljesítette a számára sprintávnak számító 5 kilométert. Nagyon-nagyon izgultam, már régen izgultam egy országos bajnoki verseny előtt. A 10 hónapos kiadás és a szokatlanul rövid táv miatt volt ez az izgalom. 3 héttel a verseny előtt tudtuk meg, hogy számunkra is megrendezik ezt az országos bajnokságot, és ezért igazából nagyon rövid időnk állt a rendelkezésünkre, hogy erre felkészüljünk. Előtte igazából több hónapon keresztül készültünk, de nem erre a távra, nem 20 és 50 kilométerre, és hát igazából időben ez egy 20 perces verseny, azok meg több órás versenyek, és ezért teljesen különböző képen kell felkészülni erre a versenyre. Idén még veretlenül érkezett a bajnokságra súlylökő Tóth Balázs, aki hibátlan mélegét megőrizve 17 méter 18 cm-es dobással szerezte meg az elsőséget. Előtte való nap felutaztunk, és előtte megpihentem. Nagyon rákészültünk, ez elég szokatlan nálunk, mert mindig úgy versenyzünk, hogy aznap felmegyünk, és akkor versenyzünk. Fejben igazából muszáj voltam nagyon rákészülni, hiszen egy héttel előtte már görcsöltem és izgultam a verseny miatt, viszont nagyon vártam. Úgyhogy egy nagy reményekkel indultam el a versenyen. A 3 arany mellett a magasugró Bakosi Péter és a 3-asugró Pár Robin ezüstérmet szerzett a nyíregyháziaknak. A hétvégén Tóth Balázs már a junior bajnokságon indul, Helenbrant Mátéra vár még egy 5, egy 10 és egy 20 kilométeres verseny, és Kerekes Dóra, Bakosi Péter, valamint Pár Robin is rajthoz áll még a csapatbajnoki, valamint a Szuperliga döntőben.